őszi délutánon. Azokra, akikre emlékezünk egy rövid kis műsorban, megérdemlik, hogy itt legyünk, ha csak ennyien is, és ilyen körülmények között is. És akkor elkezdenénk egy rövid, tényleg megemlékezés jellegű kis műsorral készültek, de mindenek előtt megkérek mindenkit, hogy énekeljük el ünnepélyesen, mondjuk el inkább, talán az úgy egyszerűbb, mondjuk el közösen és hangosan a nemzeti imánkat, a himnuszt. Isten áld meg a magyar jókedvvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzdünk ellensége. Balsors, akit régen tél, hozd rá végeztendőt, megbűnhődte már a nép, a múltat, és jövendőt. Ünnepéjünk megnyitásához megkérem Tolgi Tibor polgármesterület, hogy mondja el köszöntőjét és ünnepi beszédét. Kedves tápjóságiak, tisztelt megemlékezők! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendéget ünnepi megemlékezésünkön. Ma 1956 ismert és ismeretlen hőseire emlékezünk, akik kiálltak a szabadságért, a függetlenségért, egy normális életért. A forradalom kiemelte a magyar népet a rabbá tett nemzetek közül, kicsiny hazánk példát mutatott a nagyvilágnak, hívan igazolta a magyarságban mindig is meglévő szabadság iránti vágyat. Ez a vágy összehozta a diákokat, munkásokat, értelmiségieket, időseket. 1956 hősei szabad Magyarországot akartak, életüket is képesek voltak feláldozni egy olyan országért, mely kiáll magáért, és nem mások döntenek sorsáról. Számukra az ország szabadsága és függetlensége mindennél többet ér. 1956-ban ezrek haltak meg önfeláldozóan és névtelenül, és közel 200 ezeren külföldre menekültek. A szabadságvágy azonban a meghurcolások, a kirekesztések ellenére ott él tovább az emberekben. Évtizedig őrizték a forradalom eszméit, mert csak ez adott erőt ahhoz, hogy hihessenek abban, hogy Magyarország lehet még szabad. Az emberek elsősorban nyugalmat, békét és biztonságot akartak. Nem a küzdelem, a harc, az ellenállás, a folyamatos csatározás volt a céljuk, hanem az, hogy kiteljesítsék az életüket, tudjanak egyről a kettőre jutni, lássák felnőni az unokájukat, tudjanak szót váltani a szomszédjukkal, kirándulhassanak, magyarul szólva élni akarták az életüket. Nyugalmat, békét, biztonságot akartak hazájukban. Mindennek alapja pedig a szabadság. A szabadság, amiért a magyarok átrendezték az európai égboltot. A meg nem alkuvás szabadsága 1956 legszebb üzenete és tapasztalata. Arra tanít, amiért a magyarok a vérüket adták. Annak igazságát a 2020-ban élő magyaroknak pedig nekünk értenünk kell. A fény, a fény. Szuronyok hegyén villan. Nem ilyen fényre vágytam én, amilyen itt van. A szél katonaszaggal éppen, ne fújd el őszi szél, amit még hittem. A vér agyamban vadul lüktet. Ó, Isten, Isten, hogyha vagy, segíts meg véreinket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Úgy gondolom, hogy 1956 üzenete napjainkban is nagyon-nagyon-nagyon aktuális, és ez a mondani valója ennek a kis rövid néhány perces verses összeállításnak, melyre az iskolánk gyermekei nagyon nagy szeretettel készültek, kérem fogadják ugyanekkora szeretettel, mint amekkora szeretettel ők készítették ezt a műsort. Ők még
neked ifjúság, üdvözlégy magyar nép, kilángban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán vagy vad ágyüdörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyt adott kezébe Isten újja, és mely nép beszél így az önmaga nevében minden gyar, mikor harsonáját fújja. Bush igájának fájára írja hát, és mint meg annyiszor a megsárgolt ezer évben, vérrel és vassal tanítsa zsarnokát. Napló része. Nem sokára én úgy hallottam, mintha valami leesett volna. Ekkor anyu ezt kérdezte. Hallod mit? Kérdeztem. Lőnek. Mondja anyukám. Az AVH-sok a tüntetők közé lőttek. 8 ember elesett. Többször felhangoztatta gyilkosok kiáltás. A tüntetők pedig betörtek a laktanyákba, és a szerzett fegyverekkel viszonozták az AVH-sok lövéseit. Csak hamar hatalmas tűzharc keletkezett, nem sokára a Gutenberg téren folyt a harc. Ezután kb. 10 méterre az ablakunktól a szabad nép előtt folyt a harc. Egész éjszaka itt folyt a harc gép és rendes puskával. A Sztálin szobrot éjszaka ledöntötték, és az éjjel-nappal közért elé a város legforgalmasabb helyére húzták. A házunkban két felkelő lakik. Az egyik a zászlót tartotta, akik a kocsiban voltak, mind meghaltak, de ő neki csak az egyik lába sérült meg. Manapság nem szívesen csatázunk, elkényelmesedtünk, de nem feledhetjük, hogy elődeink meghaltak azért, hogy mi szabadon beszélhessünk, dolgozhassunk, élhessünk. Összezsugorított hazánkat legutóbb a szovjetek hatalma sanyálgatta. Birodalomé, mely óriás volt az óriások között, és mára már csupán történelem. Mi itt vagyunk, mert mertünk mindig nemet mondani az évszázadok során az elnyomásra, és mindig igent az életre. A történelmet gyakran kerékként emlegeti, és talán most ismét odaér, hogy a magyaronosok. Európa hergelt, bíztatott, majd magunkra hagyott. Maradtunk már egyedül 56 előtt is. Voltunk védőbástya, határkerítés. Óvtunk tatártól, töröktől, muszkától, és köszönöm helyett, feledve minden érdemet, anyukat ismét minket emleget. Mocskolva Isten, hazát és nemzetet. Emlékezz magyar, gyermek, felnőtt és csecsemő. A szabadság akár ősszel, akár tavasszal génjeinkben oltva van. Őseid megtagadhatod, a hazád elhagyhatod, Isten gyalázhatod, s még így könyörtelen fájdalommal sem szíved le nem válthatod. Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja, ki magyar létére magát megtagadja. Szabadságunk fáját fosztja, fosztogatja, leveleit, virágait a viharnak adja. Verje meg az Isten, nem egyszer, de százszor, ki magyar létére idegenhez pártol. Ősi jussát önként idegennek dobja, kincstáraink ad egy másfajnak. Kincseinket egy másfajnak kincstárába hordja. Verje meg az Isten minden kis dolgába, ki magyar létére másfaj szolgálja. Tantnyaló, más térezés más mond tantnyaló nyelvével, s háromszínű lobogónkat rongyát épiszélje. Verje meg az Isten, ki a magyar bántja, ki magyar létére száz örvényt berántja. Verje meg minden haragjával, Júdás szerű két kezének tüzes ostorával.